Szevasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornán, különösen az AT70 familiét, Misi bátyámat, Nándort, Andrást és mindenkit. És üdvözlöm a Facebook oldalam kedvelőit, követőit, hát követőjük már több mint 8000-en vagytok, kedvelői körülbelül 7500-an, akik nap mint nap olvassák, illetve együtt szórakoznak velem a Facebookon, és még azokat is, akik a weboldalamat olvassák. Most megint egy ilyen elhagyott helyen vagyok. Ezt pontosan én sem tudom megmondani, hogy hol is járok, mert nagyon-nagyon bele mentem itt ebbe az elvadult környezetbe, de szerencsére egy elég jó betonúton, egy hármas elágazásnál vagyok, ahol mindenféle lakatlan épületek, termények találhatók. Arra van egy, nagyjából egy vendéglő lehetett. Úgy néz ki, hogy van ilyen konyha része és ilyen nagyobb része, ahol étkeztek, ablak, ahol kiadják az ételt. Ott, arra, azt oda nem tudunk majd bemenni, mert egyszerűen megközelíthetetlen, nem úgy vagyok öltözve. Ott meg valószínűleg ilyen mezőgazdasági munkavégzést folytathattak. Ilyen nagy ablakok, nagy osztott ablakokon szivárog be a fény mindenfelé, illetve ahol még megmaradtak a falak, mert már mindenhol beomlott. Most elmegyünk ehhez az épülethez, ami még aránylag jó állapotban van. Aztán majd ezzel a motorral is egy kicsit még foglalkozunk. Na akkor induljunk. Magam sem tudom, merre közelítsek. Menjünk erre. Mindenfelé elvadult ez a természet. Veszi vissza, ami az övé. Úgyhogy valószínűleg, ahol járok, itt is volt vagy beton, vagy valami aszfalt, mert néha látszik. De már mindent benőtt a gaz. Na. Magasra kell tartanom, mert a fű körülbelül olyan másfél méter magas. Úgyhogy megpróbálunk. Na. Egy jó dalsó bejárat. Aránylag jól megmaradt ez a padlás feljáró. Majd lehet, hogy bekunkantuk oda is. Megmondom őszintén, nem voltam még fönn. Biztos, hogy nem egy sima lakóház volt az 1000%. Ups. Üveg. Ez biztos valami vizes dolog, mert látszik itt az összefolyó. Na. Kimegyünk. És bemegyünk azon a másik felén. Mondom, ez olyan volt, mint egy ilyen vendéglő féle lehetett. Vagy itt étkeztek a dolgozók. Inkább. Látszik is. Jobban nem megyek hátra, mert így is tiszta gaz minden. Ez a régi sajtó.
Na. Dupla ajtó. Lehetett több basszal. Ott adták ki a kaját, gondolom én. Vagy vissza lehetett vinni a tálcát, vagy a tányérakat. Mert itt aztán javába ment itt a főzés, sütés, mert itt kémények vannak. Az egyik kémény, gondolom, azt a másik épp fütötte a másik oldalt. Meg lehetett ilyen gáztűzhely, vagy ilyen akármilyen tűzhely. De itt ebben a helységben nem találok. Illetve, dehogy nem, itt van a kémény. Itt volt egy, gondolom, egy cserépkályha, vagy nem tudom, na itt a helye, hogy mekkora, ekkora volt. Itt tudom én, valamilyen kályha, vaskályha. Ez volt, itt volt a fűtés. Szépen be is fütötte ezt a nagy helyiséget. No, szerintem itt ezt étkeztek. Aztán ki tudja. Gondolok én erre a dupla ajtóra, kibe könnyen közlekedett a személyzet. Az emberek, akik dolgoztak a földeken, itt megettek. Ott egy lámpának való hely. Ott lehet, hogy ilyen hosszú neonos volt ez is. Ki tudja. Minden, ahogy szokott lenni régen. Hatalmas dupla ablak volt. Na nézzük. Keresek valami feliratot, de nincsen. Padlásrész. Na, ha fölmegyek, tudom, hova nem szabad lépni. Hát itt már beázott. Mi is volt az a szerszám? Már láttam valahol. Nem jut eszembe. Ez lehetett a főbejáró, gondolom. No. Megnézzük, még ott fönn mi van. Amúgy mindenfele ilyen üvegeket látok. Ki tudja, mi ez. Többet láttam. Teljes üvegnek a teteje, az nem ilyen volt. Nem tudom. Stabilnak tűnik. Ha leszakad alattam, akkor lesz a legstabilabb. Na? Fa.
van benne. Fönn vagyunk. Itt van a, láttunk alulról, hogy be van szakadva. Úgy döntöttem a vastag gerendáról, nem is állok le. Hát ilyen. Ha volt is valami, azt majd elhordták. Amúgy úgy találtam meg ezt a helyet, hogy egy faluba van egy két darab kastély. Az egyiket már úgy felújították, hogy be is van csukva, ablakok, ajtó, minden. De nem mentem be, túl nagy volt a mozgás. A másikra felújítás alatt van, kim van a tábla, senki nem mehet be, csak az ott dolgozók. Na majd próbálkozok. Úgyhogy, röda visszatérek. Na, mit is akartam ebből kihozni? Azt, hogy mondom, megnézem ezek az utak, ugye ezek merre vezetnek, és megtettem egy kilométert már a nagy semmibe, és azt mindenhol a parlagfű, a parlag, megműveletlen területek, erdők, szóval régen itten dolgoztak, mindent megműveltek, most meg már itten csak van itt minden. Ugye, ezt a föld meg milyen drága, ezt a megművelve meg nincs is. Na, mit is akartam ezzel mondani? Jött egy körülbelül egy 18 éves csaj, gondolom az öccse lehetett azzal, biciklivel. Azt mondom, megállok, mert már nem is tudom, hol járok pontosan, megkérdezem tőlük, hogy mi van. Azt mondja, hogy hogy is mondta? Hát arra a ház van. Na, mondtam, mi az a ház? Majdnem lefordultam amúgy a motorról, majd olyan csinos volt a csaj, mint az állat. Na jó van, 30 év köztünk van, de az mit számít. Na jó van, most minden hülyeséget félretéve. Hát eljöttem még egy olyan, még onnan még olyan másfél-két kilométert, aztán mire ezekre a dolgokra rátaláltam. Ki tudja még amúgy itt mi van, de nem úgy vagyok öltözve, meg nem is akarok bemenni sehova. De menjünk vissza a motorhoz. Na, amit mondtam, találtam itt is egy olyan üveget. Ki tudja, mi van benne. Láttátok, azt olyan fekete kupakja volt. Na, ez meg tele van valami fehér anyaggal. Hát bele nem nyúlok, az biztos. Úgyhogy valami, egy csomó ilyen van ott benne is, mindenféle összetörve, látjátok. Na, és léptem az előbb az egyikre. Na, hát ilyen. Láttam ampullákat, meg mindenféle gyógyszeres. Ki tudja, hogy mit csináltak. Úgyhogy nem is tudom, márját törjek ki. Egyenest. Még egyszer vissza nem megyek a oldalt. Így is nagy a fű. Amúgy van már egy vágó programom, egy ingyenes, meg ne kérdezzetek, mi a neve. Most letöltöttem, mert a Windows Movie Maker az semmit se ér, mert nem ismeri föl nekem ezeket a fájlokat, videófájlaimat, egyfajtát se. Hiába akármilyen MP4-et se. Nem tudom, az még akkor meg mire való. Ez az ingyenes akármi, amit letöltöttem, az fölismeri, csak rá kéne jönni, hogyan kell csinálni. Meg tudom már talán vágni, hogy figyelgettem. Na jó, még mielőtt beindítom, megmutatom ezt a... Mi vannak ebben a zsákokban, már ki tudja, mióta itt van. Amúgy büdös. Töj. Ázik benne a vizes akármi, valamilyen termény. Mit tudom én.
megtalálom a kulcsot. El is indítom akkor. Na. 1187-nél járunk. Tegnap volt nálam egy fiatalember, akinek majd nagy motorja van. Úgy is volt, hogy eljön ma is, de tegnap is látta. Mondtam, ma ne jöjjön, mert én autón vagyok. Mert kétszer meggondolja magát, arra már árkon, bokron vagyok én már. És megnézte a motort, azt mondja, gyönyörű. Mondom, úgy nézd meg, mert ez egy olyan ritka, hogy erre felé nem látni. Be is indítottam a kérésére, azt mondja, tökéletes. Hogy micsoda szép hangja van. Simpsont is megnézte, az is tetszett neki. Tökéletesen működik. A június 1-e van. Eddig állandóan panaszkodtunk, hogy nincsen nyár, talán most lesz. Bár holnaptól már, vagy ma estétől is már mondja az esőt megint. Nem tudom, mi lesz itt ebből a nyárból. Talán ma júliusban. Leállítom ezt a... Na. Úgyhogy bőrkabátot le is vettem. Ja, mondjátok, ez a marha meg kesztyűbe van, mi? Na igen, muszáj. Mindenhova ezek a méhek meg mindenhova bemennek. Ezek a nagy kesztyű kívül bőrkabátnak az ujjára rá lehet húzni, már mindjárt nem megy be. Nagyon kell vigyázni, engem már útközben csiptek meg, nem is egyszer. Úgyhogy nehogy be tudjanak hatolni valahova. Zárt ruhába kell motorozni, akármilyen jó idő is van. Szokom nézni, a papucsban meg egy pólóban motoroznak, mondtam magam, mert nem is normális. Self donor. Ja. Akartam nektek mondani mást is, de már 18 percnél járunk. Úgyhogy ez a videó megint erről a ilyen elhagyatott helyekről szól. Nézzetek még kicsit körbe, amennyire a nap engedi, hogy itt aztán se autó, se motor, se kamion, semmi sincsen. Hát tényleg benn vagyunk a nagy semmi közepén, ahol egész idáig kiépített betonút, illetve aszfaltút visz. Sok helyen a beton jobb is, mint az aszfalt. És megmondom őszintén, erre felé nem fog továbbra menni, nagy sár van, nem akarom ott összekoszolni, arra felé nem tudom még mi van, nem derítettem fel, itt jobbról jöttem. Úgyhogy majd még jobban körbejárom, csak huzamosabb ideig legyen jó idő, és ha fölszárad minden, és akkor lehet menni. Természetesen csak olyan helyeken, ahol ilyen szép tiszta marad a motor. Mert én nem fog belemenni a dzsuvába. Annál jobban fétte. Na hát. Más mondtam, ja, eszembe jutott, mit akartam még nektek mondani. Másról is, hogy szólt volna ez a videó, de most nem kezdek bele, mert azt nem lehetne abba hagyni. Tehát arról akartam még mondani nektek, hogy tehát az életben mi fér bele az embernek, meg mi nem. Én azt mondom nektek, annyira rövid az élet, hogy nincs értelme semmit se halogatni, hanem mindig ki kell használni. Ki kell használni ezt a jó időt. Minden ki kell használni. Családot szeretni, gyerekeket fölnevelni, becsületbe lenni, mert tényleg olyan rövid lesz, rövid az idő, hogy úgy elszáll 20-30 év, ma azt vesszük észre, a gyerek már nagyobbik, fiam is már, azt se tudom sokszor hol jár, jelenleg körülbelül a barátnőjénél van, aztán majd jönnek hozzánk. Szóval önállóan, úgymond anyagilag független már, jó munkahelye van,
És én nektek azt akarom mondani, hogy nincsen fontosabb, mint a család. Tehát az első legyen mindig a család, én azt mondom. De nem csak én mondom ezt. Aki olyan annyi idős, az emlékszik a Dallasra. Mit mondott Joki? Mindig veszekedtek. Állandóan ment ott a veszekedés. De mi volt a lényeg? Azt mondta, hogy ha családról van szó, az az első. Tehát a család. Nincs annál semmi fontosabb. Mert aki a saját családjába foglalkozik, az jut előbbre. Aki a más életébe jeli meg az örömét, a másik életébe, az egy nagy nulla. Tehát aki csak a másikról kibeszél, aki a másikkal törődik, csak a másik, nemhogy a saját magába törődne. Azt szokták mondani, mindenki söpörgessen otthon, igaz? Van mit. Én nem is törődök senki mással, csak a családommal. És ezért is szeretem ezt a közösséget, ezt az ETF Fan Family-t, mert én úgy érzem, ez egy olyan, mint egy család, de tényleg. Nagyon jó embereket ismertem itt meg a YouTube-on, és tényleg nagyon szerettem volna veletek találkozni, augusztusban találkozom, de nagyon messze vagytok. Ha mennék, a motorral mennék. Már gondolkodtam, utánfutón vigyük vagy valami, de nem tudom, hogyan jönne össze. De más nem csinálok, egy videót ti is csináltok, aztán majd akkor úgy a YouTube-on úgyis látjuk egymást, mint most is. Úgyhogy mindenkinek kívánok minden jót, használjátok ki a nyarat, szeressétek a feleségeteket, a gyerekeket, vagy barátok, barátnők egymást. Mindegy, a lényeg az, hogy mindenki érezze jól magát, mert minden pillanat számít. Na. Szávasztok!